Na oké, srácok, akkor 8-as epizód 7-es szint, az utolsók közül az egyik. Úgy nézem, hogy itt kell egy kék kulcs már kapásból az elején, meg egy sárga is. Oké, akkor csak egy út van, ami tovább vezet, mégpedig ez. Ez kisebb meglepetésekkel, meg kevés lőszerrel, jaj de jó. Ez az utolsó pályán nem feltétlen lesz előny, hogy nekem ennyire kevés a lőszerem. De majd valahogy felturbózom menet közben. Az életerőm legalább maximum van. Hogy lehetne megoldani azt, hogy kevesebb lőszert használjak? Oké, itt most jelenleg annyira nem fogok rámenni a titkokra megint csak. Ha megtalálok egy-kettőt, akkor megtalálok. De ha nem, akkor nekem az is most megfelel tökéletesen. Meg is mondom, hogy miért. Egy kicsit tartok attól, hogy megszivatom megint saját magam. Hello, itt. Ott akarsz jönni, vagy ott akarsz jönni? Nyílott az ajtó. Jó, forduljunk vissza. Szerintem igen. Menjünk ki középre. És akkor mi látogassuk meg a kollégát, mielőtt ő látogat meg minket. Vagy ha nem látogat meg, akkor legalább mint azt most is láthattátok, lőszert szedünk össze. És mi van, ha megnézem a másik oldalt is, mielőtt előre fele megyek. Aha. Úgy tűnik érdemes. Sustapó. Ki próbált volna lőni. Aztán nem jött össze neki. Spion is van bent, remek. Másik ajtón ki tudnak jönni? Nem hiszem. Ez volt az egyetlen spion, én megpazarlom a lőszert. Annak ellenére, hogy már mondtam, hogy kevés a lőszerem. Hát nem tudom, hogy a nagy ágyút be kéne vetni. Lehet, hogy igen. Lehet, hogy most egy kicsit gyújtogatni fogok, mert ebből 200 van. Remek. Most egy kicsit megpróbálom azt, hogy gyújtogatok, az helyett, hogy lövöldözök. Megint egy ismeretlen terep. Gyerekek. Vissza a kajáért. Nem hiszem el. Én ezt a fegyvert nem fogom használni. Hello? Na oké. 77-re visszatöltöm, és akkor ebbe az irányba volt a kaja, ugye? Nem. Már valami, hogyha 77%-on van, de még mindig nem a maximum. Oké. Ezt már elfogadom. Itt lőttek az előbb arcon, de még egyszer nem lángszórózok. Engem az a fegyver nem hat meg. Mások csak. Ide jöttem be, ja. Itt lőttek arcba, még egyszer mondom. Itt. Egész pontos legyek. Oh, hello. Hol már megint? Te utálod, te. Akkor most én ide bejövök csak azért is, hogy leírtsalak titeket. Mert most egy kicsit belágtam rátok. Szépen mindannyiótokat most szétkaplak, hogyha megtalállak. Hello?
Ott bujkált bent, ne? Nem. Nem itt bujkált bent. Akkor hol a másik oldalon próbál majd megtámadni, vagy... lehet, hogy erre. Kaja. Ellentéllel? Aha. Jaj, nem jó. Őszerpazarlás. Bunkó ellenfelek. Nem kevés. Hú. Izgi a pálya. De nem akarom úgy megszívni, mint az előző körben. Bár... ismerve magam, úgy se leszek túl óvatos. Bármikor. Bármikor úgy járhatok, hogy vagy lelőnek, vagy pedig... elfogy a lőszerem. Na gyertek! Gyertek! Az ajtó mögött várok mindenkit. Ez így már elég kevés lőszer, csak úgy megjegyzem magamnak. Húha! Jó. Nem ártana találni egy olyan titkozzónát, amiben van jó sok lőszer eldugva. És nem lángszóró lőszer mellesleg. Mondjuk a rakéta az már valami, de a rakétát is inkább szerintem a 9-es pályán fogom bevetni továbbra is. Főleg, hogy a 9-es pályáig szinte 100%, hogy elfogy a többi lőszerem. Ajaj. Mondjuk itt már voltam, úgyhogy ettől azért nem kell tartanom. Erre nem voltam. Meglátszik. Na gyertek erre. Mit csinálsz te? Itt mondjuk, hogyha ügyesen taktikázok, akkor... meghalás helyett szerezhetek lőszert még. Mondtam. Mondjuk nem csak erre utaltam, hogy így benyitok és akkor ott van egy lőszeres láda, hanem... kinyírok egy ellent, és ott a lőszeres láda. Kék kulcs. Sustapó, szevasz. Nem sokáig éltél, mi? Na, akkor próbáljunk megint titkozzónákat kutatni. Bár ahogy én ismerem a játékot, nem bánik bőkezően az ilyen egyszerűen elrejtett titkokkal, mint amiben most én gondolkodom. Jó. Itt nincs. De cserébe lett egy kulcsom. Ami nagyon jó. Akkor most erre? Na, gyere! Lehet, hogy többet lőttem egyel. Egy kettővel. Nem tudom pontosan kiszámítani azt, hogy mikor kezdi el a halál animációt, ugye. Függ attól is bizonyos dolog, hogy... ugye mikor szándékoznak ezek meghalni. Hello. De most neked nem jött össze. Secret? Itt áll, nincs secret. Mi van a secret zónában? Egy teljes pályatérkép. Az is valami. De a lőszernek jobban örültem volna. Jó, akkor mivel most megvan ez a térkép, így hadd nézzem már, hogy hol a kék ajtónk. Kék zóna van. Nem kis pályáról van szó.
titok. Az egy titkos zóna. Oké, ezt megnézzük, ezt a titkos zónát. Közben befogok itt össze-vissza. Muszáj néha. Gyerekek, hol vagyok én most? Itt is van mellettem egy titok. Itt valahol. Komolyan, hol van ez? Kicsit odébb. Ne játsz már megint a hülyeséged. Oké, akkor ez nem titok. Bár eléggé annak néz ki, és a bejutási zóna itt is lenne. Akkor miért nem nyílik ki? Hm? Az a backpack az nekem kell. Vagy túloldalról megközelítve és az egyik pillér fog elcsúszni. Á, nem. Mert akkor elzárnám. Miért nem nyílik ki akkor? Máshol már nincs esélyem bejutni pedig. Jó, akkor ez itt marad. Amit lehet, hogy korábban már elrontottam a bejutást. Oké, nézzük inkább azt, hogy a másik titokhoz hogy jutok ki. Itt nem olyan rég felfedeztem egy horogkeresztes fal mögött. Aha. Oké, tehát itt vagyok a nagy terembe, egész fölig megyek. Majd a legvégén ki, és ott balra. Remek. Ellenfél nincs, nincs. Balra, és... Oh-oh. Hol van a bejutási zóna ebbe a titkos szobába? Pedig itt bent. Mondtam. Akkor valahogy így lesz megoldva az is, amit az előbb láttunk. Hívót itt nincs, de legalább ezt megtaláltuk. Lőszer volt bent, az is csuda jó. Oké, kereshetjük tovább, vagy a másik titkos zónának a beútját. Ott egy aranykulcs fog kelleni, és ott a lép. Az aranykulcshoz nincsen. Mármint az a lifthez minden. De kék ajtó vezet az a lifthez, ami pedig a színes téglás zónán keresztül vezet át. Vagyis... Mielőtt oda lesétálok, én szerintem meglátogatjuk ezt a másik területet is. Itt, így. És akkor ez pedig oda le. Ide le. Ide le pedig oda le lesz. Ellenfél nélkül. Így is jó. Backpack. Megvan. Ezzel aztán lehet titkokra vadászni, hogyha megtaláljátok főleg a izét. A térképet már a pálya elején. Jó. Akkor most az érdekes téglás zóna kék ajtóval elzárva. Nem. Nem, hanem ott be kell menni. És a kék ajtó, úristen, az egy labirintus. Fogadni merek, hogy tele ellenfelekkel. Itt volt a kék ajtóm. Eddig nyugi van. De ezért nem lankadhat a figyelmem. Leon!
Hogy gondoltam én ezt, hogy itt lesz bent ellenfél? Na gyere! Gyere! Dugd ki a képed! Miért nem dugod ki a képed? Spion! Egy észrevett, a másik lesetolta, hogy itt vagyok. Nem baj, legalább könnyebb dolgom volt. És megvan az aranykulcsom. Itt nincsen eldugva titkos zóna, nincs, ez pálya. Egyik fele. Jó. Más titkos zónát remélhetőleg nem hagyok el. Szerencsére nem úgy tűnik. Nem úgy tűnik, hogy elhagyom. Jól van. Akkor pedig... Aha, ezt mind bejártam már, még azelőtt meg lett volna a térképem. Úgyhogy akkor mehetünk vissza. Remélem ez oda vezet, nem pedig eltévedés falvára. Na, erről van szó. És itt volt valahol az aranyos ajtó. Itt bizony. Pálya vége, gyerekek. 7-es szintnek annyi, hadd nézzem, hogy sikerült. 60%. Akkor nem sikerült 100-ra. Na mindegy, legalább a lőszer mennyiséget sikerült egy kicsit felturbozni, mert eléggé leszippantottuk az előző pályán. Innen fogjuk folytatni, gyerekek. Remélem tetszett, ha igen, tudjátok a dolgotok. Következőkig pedig sziasztok!